Nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy volt technikai eszközökkel, nekem észrevettem, hogy szüleim és nagyszüleim már nehezebben birkóznak meg. Egy-kettő dolggal, őszinte leszek, már én is nagyon nehezen tudom felvenni a versenyt. És ennek megvannak a szakaszai, rájöttem. Ott van például a mamám, tableten mutattam neki a nyaralásos képeket, és akkor kérdezte laikusan, hogy fiam, hát azt mit kell ezzel csinálni? Hát mondom, figyelj, mama, mint az újságot így lapozni kell. Azt mondja, ja, jó. Aranyos volt, nem szóltam. Amikor hazamentem anyámékhoz, és azt látom, hogy apám YouTube-on disznóvágást néz, azt úgy nehezen dolgoztam fel, de hát anyám a múltkor felhív, főleg amikor segítsem, ára volt az internet. Mondom, igen, mi a baj? Megnyitom, bejön a Google, ez kiírja nekem, hogy feloldjam el a sütiket, ez mi? Ha nem kezdem el Ádám és Évától, mondom, figyelj anya, ne foglalkozz vele, csak menj rá, hogy elfogadod. Hallom így, klik, azt hova küldi a receptet. Köszönöm. Jaj, nehéz velük, de egyébként nem tudom, jártatok-e már úgy, nekem ugye van egy ilyen hivatalos, ilyen humorista oldalam is, és én kapok oda üzeneteket. Sokszor ilyen csak egy like-jelet, meg ilyen visszaírok egy like-jelet, de a múltkor valaki nagyon elnézte, ezt muszáj leszek szóról-szóra felolvasni nektek, így szól az üzenet. Gábor, nem tudok a továbbiakban alkalmazni, nem lehet így viselkedni, megvoltak a napjaid, ki vagy rúgva, szia! Én jövő többet nem mondom, a 700-át neki. Én meg ott ülök a munkahelyemen, nem mondom, ez biztos, hogy félremen, de mondom, én ilyen kíváncsi típus vagyok, visszakérdezek poénban, mondom, tessék, légy szíves, fejtsd már ki ezt bővebben. Visszaírja, felmondok neked, nem kell jönni többet dolgozni. Hogy is van a szerződésünk, Gabriella? Visszajön a válasz, milyen szerződés? Nem, ezt most már belefolytunk, játsszuk végig. Mondom, na ez az, te rúgsz ki, szerződésünk sincsen, te! Felvettem a fonalat, mert valószínűleg így beszéltek egymással. Azt mondja, akkor is így üvöltöztél bent. Mondom, jó, akkor mondom, kedves Gabriella, meglepetten olvastam, hogy kirúgtak a munkahelyemről, ugyanakkor egyből tudtam, hogy az üzenetet nem nekem szánta. Kíváncsian kérdeztem hát vissza, mi is lehetett a probléma. Meglepő, hogy munkaszerződés nélkül alkalmaz embereket, és ez le is írja egy közösségi portálon. Remélem, névrokonommal sikerül megbeszélnünk a félreértéseket. Üdvözlettel, nem az a Horváth Gábor, aki önnel dolgozott, hanem a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársa. Én ugyanígy nevettem, és a végén ott van, két nap múlva jött erre egy üzenet, bocsánat, eloptam a telefonját, Dávidka. Hát Dávidka ügyes. Vállalkozást épít egyébként önmagában. Hát, de hát ez így tényleg ilyen. De van, aki egyébként ilyen, amikor ilyen félértések. Nem tudom, jártatok-e már úgy, hogy beszálltatok egy liftbe, ahol valami irgalmatlan büdös volt. Úgy, akkor jártál így. Ebben biztos vagyok, és ez miért kellemetlen? Tudjátok, hogy mit vársz közben, míg el nem érsz a desztinációra, ó Istenem, add, hogy ne szálljon be mellém senki, mert akkor mi van? Elkezdesz magyarázkodni, aha, nem szól semmit, akkor meg, bravo. És én is így jártam, mentem haza, nagyon fáradt voltam, hívom a liftet, másodikról lejött Miklós bácsi, a legidősebb lakó a házban, kinyílik a lift ajtó. Jó estét, fiatal ember! Kicsaszok, bemegyek a liftbe, bezárjuk a lift ajtó, és így... Nem részletezem, de olyan büdös volt, hogy még a könnyem is kiszökött. Már ilyen macskakaparás volt a tokom, az a... Felélek az ötödikre, nyitom ki a lift ajtót, ott állnak szomszédék, az a szívegálló... A lift ajtó nem zárodva, mögöttem hallottam, ezt a parasztot, ide szarik, azt röhög is rajta! Volt azon gondolkodtam egyébként, hogy így nagyon szerettem édesanyámat, de van egy negatív tulajdonsága. Ő amúgy szégyen, nem szégyen, ő homofób. Van itt homofób amúgy? Micsoda? Ja, nincs, akkor jó, megnyugodtam teljesen. Nem, nála ezt egyébként kezelni kell. De ezt úgy képzeljétek el, bárkit lát a tévébe. Hát, ez buzi. Ez Gabi, amikor olvastam, ez biztos, hogy buzi. Nézd meg, tuti buzi. Azom jó.
én elfogadtam ilyennek, de a sors iróniája, hogy kettő kedvenc énekese van, Elton John és Freddie Mercury. Én elvittem, megnéztük a Bohemian Rhapsodyt, hát sírt a végén ő is. Jön ki a moziból, anyám tőli a könnyét, mondom, tetszett, anya? Nagyon! De ez is buzi! Hát ez ilyen egyébként, én is megtaláltam hál' Istennek a páramat, ki jött a párjával egyébként. Új, durva, dominó kezdek, mindenki fejtett, hogy én is fejtezem neked! Felvette gyorsan. És hát szerencsére megtaláltam, és az első együttalvás, panelban élek, vékonyak a falak, hallottuk, hogy a szomszéd mondja a párjának, hogy Ica, gyere már! Szomszéd, hülye, gyere, megint a pornót, nézd, hallgass csak! Én nem kezdtem el magyarázkodni. De egyébként van ez a bemutatós ebéd, amikor a lány bemutat a szüleinek. Ez egy stresszes időszak, én is nagyon rástresszeltem. Csoki, virág, bombon, stb. Kiberetválkoztam a jó vasárnapi ebédhez. Kérlek, kimentem a Lehel-Péri piacra, én nyíregyi vagyok, ki mindenhol szeretek alkulni, piacon meg pláne, és kérdezem ott a kofát a piacon, hogy a 250-es omnia mennyi. Mondja így, hogy 650. Mondom, 2-1000 ér, csáó rám néz, amit akkor az a öcsi, azt hogy piacon vagy. Hát mondom neki, szerintem, igen. És látnotok kellett volna a fickó fejt, az a... Visszajön rám a tekintete, akkor sincs alkohol, akkor visszalátás. Nagyon izgultam egyébként emiatt az ebéd miatt. Ott vagyunk, és akkor puszi-puszi, átadom a kis kávét, a virágot, a minden. És mondom, hogy merre van a mosdó? Mondják, hogy hát arra. Elmentem, elvégeztem a kis dolgomat. Ma átmentem a fürdőbe kezet mosni. Megnyitottam a csapot, és így... Ő 40 bánja másra, így mérnöki pontosságú körít végig. Hűha. Mondom, hát én nem mehetek ki, az biztos. Nézek, mondom, ki kell valami gyorsan találni, nézem törölköző, mondom, áj, sokáig kéne dörzsölni, most arra nem érünk rá. Hú, hajszárító. Nekem indokolatlan, de a cél szemesíti az eszközt. Bedugtam, szárítom, fú, szárad. Pár, ami kinyitja a fürdőszoba ajtót, és néz döbbenten, hogy hát Gabi, hát mi a francot csinálsz? Uraim, a melegítem a vacsorád, nem jó válasz. Ez olyan. Jó, most esett le. Nem baj. De egyébként ez tényleg ilyen. De amikor ott vagyok a pár, én nagyon szeretek olvasni, és képzeljétek el, hogy nemrég olvastam, hogy Indiában a mai napig van egy olyan kaszt, ahol az a szokás, hogy a nász éjszakán a fiú valamelyik szülőjének benn kell lennie. Te is belegondoltál, mi? Biztos, hogy belegondoltam, hogy nézne meg ki a nász éjszakán, hogy a sarokban egy hokerlin ott ülne anyám. És tényleg így megérkezne a kis izé mackójába, itt fogja Gabika, na, csináljon már, mert oda fog fölni a kundugazni. És akkor sasson van, hogy mit csinálok, hogy csinálok. Jó van, na, ne kapkodjál, óvatosan, finoman, na, nyugalom, 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 nyugalom. Aj, Gabika, nem megy ezt, figyelj, adom a ritmust. Mendegél a mandarin, ez van. Hát nem viszlek ebbe a faszod, mint a pár. Köszönöm, apám ülne ott. Fú, az le se ülne a székbe szemben. Ez az, fiam, gyerünk, halász, tét haját, tarad a fülét, tét haját, tarad a fülét. Á, hagyjuk a picsába, adom a ritmus. Mennyeg ér a mandali, ez gombaló. 17 másodperc családi rekordjú. Van egy ilyenkázi rendőrbarátom, hogy felhívottam munkra, azt mondja, hogy van a sztori, hogy most beszarsz. Mondom, mondja. Volt ez a nagy migráns járás, és egy nyíregyházi rendőrt fejlentettek a migránsok, mert hogy állítólag ez a rendőr lemajmozta őket. Ez nem igaz, mert a jegyzőkönyvből kiderül, csak a következő történt a határon, migránsok jöttek át, Szabolcsi rendőrök ott át szotizott, és mondta nekik ilyen jó dialektussal, hogy na, hát gyere mánki! Hát itt sok mindenről volt szó, de hát nem tudom ki az, aki a horoszkópot szereti olvasni. Nem szégyen, én is olvasom. Nincs abban semmi, és én találtam egy ilyen újságot, egy ilyen nőmagazin volt, és az volt benne, a horoszkóp felsorol, hogy az adott csillagjegy szülöttei mérnek az orális szexbe. Hát mondom, én kos vagyok, csak mert nézem, mit írnak már rólam. Így keresem,
És eszembe jutott, hogy anyám mérleg. Mondom, nem. És csak ott ragadtam. Hát tudom, apám méritek beteg. Ez van ez így. De így egyébként nagyon szeretem a szülémet, és ők mindig arra lehetek, hogy határozott legyek. Akkor is, hogyha esetleg úgy hozza az élet, hogy nem vagyok magamban biztos, hogy nem tudok valamit, vagy nem tudok ilyesen válaszolni, akkor is állják ki, mint egy igazi jó válasz, Szabolcs, gyerek, azt mondjam, pacekban mi van. Akkor is az volt, amikor lementem először boxedzésre, mondta az edző, lesz zsák, kesztyű, bandás, minden, amit viszont feltétlenül vegyél magadnak, az egy szuszpenzor. Tudjuk-e, mi az a szuszpenzor? Köszönöm szépen! Én nem tudtam, azt hittem ez valamilyen latin jellegű kifejezés, ott valami edzőt cucca, én azt hittem, tudjátok, ez a gumis fejvédő. És bementem a sportszellbe, mondom az eladó csávónak, hogy jó napot, egy szuszpenzort kérnék szépen. Mondja, csak, hogy ha mekkora kéne. Állapot, hát mondom, nem tudom, szerinted mekkora lehet rám jó. Csávó úgy hátralép, azt mondja, hülye gyerek, megüsselek. De valahogy jár, hát én nem veszekedni jöttem ide, tehát biztos avattál már bőtt több százat, nem tudom, hogy működik, én most kihozott a centit, azt lemérik, hogy valami. Csávóra kijött egy ér a fején, azt mondja, ide figyelj, öcsi, ma már mekkora kell, a szúzáljon a picsába. Én már végén felhúztam, mondom, mit mekkorált ember, mint a fejem? Köszönöm. Sportra visszatérve mondta az edző, hogy nekem itt én vékony a bőröm, és nagyon hasznos egyébként, ha lekenem vazelin, nem, mert akkor lecsúszik róla a kesztyű, a bőr, és akkor nehezenben repet fel, nem lesz tiszta, csak a koksz a fejem, meg sérülés. Hát mondom, jól van. Nem tudom egyébként, az árajában jegyzem meg, uraim, hölgyeim, kinek volt már a fenekébe vazelin. Jaj, minden egyet a kérdés, látod! Voltam én surulókusnál, meg volt, aminek meg kellett lennie, de egy fantasztikus dolog, próbáljátok ki, ha még nem volt. Kenjétek be vele 100 forint a patikába, nem tétel, de nagyon jó móka, bekerítek vele egy kicsit körbe. Nekem, amikor mondta az urológus, hogy menjek oda, töröljem meg magam, elkezdtem sétálni két lépés, mondom, azt a kurva. Úgy éreztem magam, mint egy brazil szamba táncosnő a fenekem, két partja külön életre kellett, hogy szandál, bizsár, ne jövő! Próbáljátok ki! Én ezzel a tudattal mondom, én olyan típusú vásárló vagyok, egy valami kell, jó, akkor elindulok, de ma ott vagyok, akkor útközben eszembe jut valami, amár itt vagyok, megveszem. És akkor mentem hazafele, mondom, egy túls vazelin patikába. Jó, egy túls vazelin a patikába. Beérek, bejárati ajtón eszembe jutott, mondom, ó, hát asszonyparti egész hétvégén nálam van, fontos a védelem, veszek még egy csomag óvszert is, mondom a patikus nőnek, hogy egy tubus vazelint és egy csomag óvszert legyen kedves. Női biccent, elmegy oldalra, és tudjátok, a másodperc tölt része alatt az a... Na várjál. Most kértem vazelin meg kotont. Hát ez az fogja hinni, valami búzadara vagyok. Mondom, ezt tompítani kell, és az első gyógyszert, ami eszembe jutott, utána kiabáltam. És még egy kanesztem plusz legyen kedves! Köszönöm szépen!